Főiskola már régóta dolgozik azon, hogy segítse a kárpátaljai magyarságot, ne csak az egyetemi oktatásban, hanem más területen is. Nagyon sok kurzusokat hirdettünk ez idáig, de most felmérve a helyzetet, szakképzést indítunk. Szakképzést indítunk úgy, hogy együttműködéseket kötöttünk magyarországi szakképző intézményekkel, és itthon is fognak tanulni a diákok, és Magyarországon is fognak tanulni a diákok. Ez nagyon fontos, mert egy hét itthon tanulás segíti az ukrajnai dolgok elsajátítását, törvények, szaknyelv, sajátosságok. Egy hétig Magyarországon viszont olyasmit láthatnak, amit meg nem tudunk nekik mutatni. Például fa megmunkálásban CNC-gép programozott, vagy autószerelés szempontjából pedig, mit tudom én, autóvizsgáló készülékek, meg olyan modell technológia, ami nálunk nincsen. Ennek felépült a bázisa, Nagydobrony lesz az éven a bázisa, és részben Beregszász, 16 szakmát fogunk oktatni, 3 magyarországi szakképző intézménnyel közösen. A diákok jogállása nappali tagozatos jogállású lesz, érettségivel lehet jönni, de nem számít, ha nincs meg nekik az ukránból, vagy bármiből is az ENO, tehát az egyetembe bejutási alap, hiszen ez egy szakképző iskola lesz. Ösztöndíjas és kollégiumi ellátást is tudunk biztosítani. Magyarországon viszont az intézmények azt vállalták, hogy 3-szori étkezés ingyen, és kollégiumi ellátás szintén ingyen. Megállapodás szerint Ukrajna területén mi szervezzük a határig az útjukat, ott gyalog mennek át, másik oldalt a fogadó intézmény várja őket busszal, és egy hét múlva ugyanez fordítva történik, vagy 5 nap múlva, hiszen a hétvége az valószínűleg szabad lesz. A képzési idő 2 év. 2 év múlva kaphatnak technikusi, és kaphatnak szakképesítési igazolást nagyon széles körben, amiben a villanyszerelő, autószerelő, mezőgazdasági gépszerelő, mezőgazdasági farmer, gazda, vagyis szervező, vadász és erdőgazdálkodási, varónő, kozmetikus, fodrász, pék, cukrász, szőlész, borász, tehát 16 szakma a honlapon elérhető, augusztus közepéig lehet jelentkezni, nagy szeretettel válunk a jelentkezőket. Feltétel az, hogy egy csoport akkor indul, ha 15 beiratkozott jelentkező van, 15 alatt nem tudjuk a csoportot megindítani, mert ez is a megállapodások sorában szerepel.